A hagyományokhoz híven nem a kosárlabda pályán, hanem a konditeremben tartotta a szezon első edzését a Nyíregyháza Blue Sharks. A legutóbbi keretből hiányzik a távozó Fazekas Csaba, Czura Attila, Olá Zoltán és Szondi Ákos. Egyelőre három új játékosa van a cápáknak, Szobi Dániel a TF-től, Brúgos Olivér Miskolcról érkezett, Dancsas András pedig az előző szezonban az Egyesült Államokban kosarazott. A bajnoki rajtig 6-7-es felkészülés vár a nyíregyházi csapatra. Hivatalosan a mai nap kezdtük el a felkészülést, de már a múlt héten ugye itt a képzőtáborban besegítettek a fiúk. Ma két edzésünk lesz, egy kondicionál edzés, illetve délutáni labdás edzés. Hetente három konding van, hétfőn, szerdán és pénteken, és napi két edzéssel megyünk. Egészen augusztus végéig, ahol elkezdődnek a felkészülési mérkőzések, úgy néz, hogy augusztus 22-én játszunk a Vasassal Debrecenben, 23-án, 24-én pedig Szlovákia menjünk. Egyelőre ezek a biztos edzőmérkőzések. Tarnóci Zalán erőnléti edző elmondta, hogy nem csak a felkészülés kezdetén, hanem szezon közben is nagy figyelmet fordítanak a sérülések megelőzésére és a megfelelő regenerációra. Nagyon fontosnak tartom, hogy a folytonosság elvét követjük, és szerencsére nem ugyanonnan kell indulnunk, hanem évről évre egy magasabb szintről tudunk indulni, mert egész magas szinten tudtuk befejezni még fizikálisan is az előző évet, úgyhogy a korábbi évektől eltérően egy magasabb terheléssel kezdünk már alapból, de nagyon fontosnak tartom, hogy a sérülés megelőzés most az elsődleges cél, tehát a mai edzés is, illetve a hét edzései főleg a sérülések megelőzéséről, illetve a terhelhetőség előkészítéséről szólnak. Mokánszki Máté egész nyáron az U23-as 3x3-as válogatottal készült. A játékos az elmúlt hétvégén Szolnokon a Nemzetek Ligája tornáin képviselte a magyar színeket. Két napból állt az egész torna, két különálló sorsolás, illetve különálló eredmény lett a két nap vége. A pénteki napon én voltam a kimaradó, mert egyáltalán többen voltunk, és a Földi Sándor vezetőedző úgy döntött, hogy én kapok pihenőt. Azt a tornát szerencsére meg tudtuk nyerni, szóval mi lettünk az elsők. Ennek olyan különösebb oka, vagyis eredménye nincsen, csak hogy jobb helyezésről kezdhetjük a debreceni tornát, illetve a budapesti tornát szeptemberben. A tegnapi tornán már játszottam, de sajnos a lengyeleken az elődöntőbe kiestünk, és így ugye, mivel itt csak a döntőt játsszák le, semmiféle helyosztót, ezért a dobott pontok összesítése alapján vannak a helyezések, úgyhogy nem tudom, hogy harmadik vagy negyedikek lettünk összességében. A szövetségben elkészült az NB1B piros csoportjának sorsolása. Ez szerint a nyíregyháziak szeptember 15-én az Újonc Baja otthonában kezdenek, majd október 6-án a Vasashoz utaznak a cápák. Elképzelhető, hogy az első mérkőzés későbbre kerül, erről még egyeztetnek az érintettek.